1, 2, 3, go. Itt áll mellettem Bernei Emma, aki a Csata Csillagok játékosa. Először vettetek részt a Basket Girl Super Challenge-en. Két meccset nyertetek, viszonylag kemény meccset a Soproniak ellen. Milyen volt ez a nap, és mennyire vagy elégedett a csapatodnak a teljesítményével? Hát elégedett vagyok a csapattal, mert a többiek is küzdöttek elég jól. És szerintem ez a nap tök jó volt, mert még ugye nem játszottunk itt, és új élmények voltak itt. Külön díjas lettél, amihez gratulálunk. Hogy láttad a saját játékodat a mai napon? Hát védekezhettem volna erősebben, meg hát pontjaimmal meg vagyok elégedve, mert egyik meccsen 16 pontot dobtam, és azzal tökre meg vagyok elégedve. Mikor kezdtél kosarazni, és miért döntöttél a kosárlabda mellett? 8 évesen kezdtem el kosarazni, és azért, mert hát régebben szertornáztam, és akkor nem az én sportom volt, és akkor valami labdajátékot kerestünk, és elkezdtem kosarazni, és jól éreztem magam. Van esetleg a családodnak bármilyen kosárlabda kötődése, vagy van olyan, aki esetleg valami más sportágat úzít magasabb szinten? Nincs, de az anyukám nagyon jó atlétikus volt, és hát az apukám is azért egyébként jól kosarazik ő is. Hogyha éppen nincsen vírushelyzet, mennyire jársz felnőtt meccsekre? Hát egyébként a barátnőmmel szoktam járni meccsekre, amikor egyébként sokszor elmegyünk az összesre, hogyha nem lenne ez a járvány. Milyen céld vannak a kosárlabdával? Hát nagykoromban is szeretnék kosárlabdázni, és nagy célokat elérni. Kívánjuk és sok sikert hozzájuk. Köszönjük szépen az interjút. Köszönöm.